riasztás, hét közepétől tovább nő a pollen koncentráció. Mustgáz, szinte esélytelen a túlélés. Összefogás, közel 250 kg birkahússal készülnek augusztus 20-ára a bogyiszlóiak. Visszahoznák a régi sikereket, 4 idegen légióssal kezdi a szezont az atomerőmű ESE. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az Országos Közegészségügyi Intézet másodfokú riasztást adott ki a magas pollen koncentráció miatt. A következő napokban a parlagfű komoly tüneteket okozhat az arra allergiásoknak. A pollen koncentrációja országszerte a magas, nagyon magas tartományban alakul, ami a melegedéssel együtt fokozódik. A lakosság 25-30%-a allergiás, ebből 1,5-2 millió ember pedig kifejezetten a parlagfűre érzékeny. Gyerekek játszanak az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány által működtetett sóbarlangban Pakson. Napi egy óra sószobában való tartózkodás is enyhítheti az allergiás asztmás tüneteket. Az orvosok azt mondják, ha a váladék sárgás és sűrű, akkor már orvoshoz kell fordulni mindenképpen, mert felülfertőződés veszélye áll fenn. A szakember felhívta a figyelmet az orrspré szakszerű használatára is. Amit vény nélkül kaphat a beteg a gyógyszertárban, azt nem szabad sokáig, egy hétnél tovább nem igazán javallják a gégészek sem használni, mert függőséget is okozhat, és az olnyárkaártya sorvadásához vezethet. Fel tudunk írni olyan spréket, amelyeknek ilyen veszélye nincs, és hosszabb távon lehet használni őket. Idén 2-3 héttel korábban megkezdődött a parlagfű szezon. Pakson az Együtt a Parlagfű ellen alapítványhoz folyamatosan érkeznek a lakossági bejelentések. Idén a Vácikára panaszkodnak leginkább, hogy ott nagyon magas a parlagfűnek a mennyisége, illetve sajnos belterületen, a lakótelepen is több bejelentés is érkezett. Az elkövetkező napok során, ahogy ismét melegszik az idő, a parlagfű pollen szórása is fokozódni fog. A szüreti időszak magával hozza a mustgáz veszélyét is, bár a katasztrófa védelem minden évben figyelmeztet, mégis van, aki lemerészkedik a pincébe, akkor, amikor ezzel az életét kockáztatja. A szakemberek ismét arra hívják fel a figyelmet, semmi esély nincs a túlélésre, ha valaki ilyenkor nem elég óvatos. 3 éve Szekszárdon készültek ezek a felvételek. A Kisbödő utcai pincék egyikében okozott tragédiát a mustgáz, egy helyi férfi halt meg. Hiába figyelmeztet minden évben a katasztrófa védelem, így is sok a tragédia. A mustgáz valójában egyszerű széndioxid, ami kiszorítja az oxigéntartalmú levegőt a pincékből. A széndioxid szinte szaktalan levegőnél nehezebb gáz, ami alulról tölti föl a helyiségeket, a pincéket, és ezek a mérgezéses esetek kellő odafigyeléssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek. A mustgázzal telített pincébe életveszélyes lemenni, a gázból akár csak egy lélegzetvételnyi is eszméletvesztést okozhat. Egy gyertyával viszont kimutatható a mérgező gáz. A pincébe, vagy abban a helyiségben, ahol a must erjed, magunk előtt tartott gyertyával megyünk le, és hogyha az elalszik, akkor az azt jelenti, hogy túl sok a széndioxid a levegőbe, tehát akkor onnan azonnal távozni kell. A katasztrófavédők ismételten figyelmeztetnek arra, hogy senki ne akarjon egyedül segíteni a bajba került embernek, mert kettős tragédia történhet. 13 birkának közel 250 kilónyi húsából főznek pörköltet a bogyiszlóiak az augusztus 20-ai rendezvénysorozathoz kapcsolódóan Budapesten. A főszakács azt mondja, a tavalyi sikernek köszönhetően idén is arra számítanak, hogy hosszú sorok kígyóznak majd a bogyiszlóiak standjánál. Ugye régen, amikor a pásztorok is főztek, nem volt semmi hókusz-pókusz. A maiak is azt vallják az igazi birkapörkölthöz. Húson, hagymán, jó minőségű paprikán és kellő időn kívül semmi más nem kell. Bogyiszló mindenkinek megvan a maga stílusa, de abban egyetértenek, hagyni kell az ízeket kibontakozni. Megmossuk az összevágott húst, és rétegekbe rakjuk be, tehát egy réteg húst rakunk a bográcsba, egy réteg összevágott hagymát, vörös hagymát, rá piros paprikát közé dobunk egy pár friss, tehát szezonális dolog ez, hogy friss csöves paprikát. Általában van kárász paprikánk, a közöbb akkor kárászt, hanem akkor jó a fűszer paprika is. És ennyi. A bogyiszlóiak tavaly is nagy sikert adattak az ízek utcájában, hosszú sorok kigyózták a birka pörköltét. Arra, hogy mit kell tenni, hogy ne legyen fagyus a hús, a válasz annyi. Ahogy levágom a birkát, ez úgy van. Nem mondom, hogy nem szedem le, amikor kész van, egy kicsit megáll az ember a főzése, és akkor a fagyut úgy le lehet venni a tetejről. Földobja mindjárt fagyut, mert az csak a bántja a gyomrod, de főni viszont kell a főzéshez, a húspuhuláshoz, a ízhez kell.
A bogyiszlóiak idén 13 birkából közel 250 kg húsból főznek Budapesten az Ízek utcájában, népszerűsítve ezzel a térség nemzeti eledelét. Szekszárdon, Pakson és Bonyhádon is forgalomkorlátozásokkal kell számolni augusztus 20-án. Szekszárdon délelőtt 10 órakor a Garai és a Szent István tér közötti szakaszt zárják le a megemlékezés miatt, este 7 órától pedig a Béla Király térre vezető utakat nem lehet majd autóval használni. Pakson kora délután 13:30-tól a Gesztenyés út és a Kishegyi út kereszteződését, valamint a Garázs sorra vezető bekötő utat teljes szélességében lezárják. Bonyhádon pedig 10 óra és dél között a Széchenyi utca és a Mikeskelemen utca közötti útszakaszon félpályás útlezárás lesz érvényben. A MOL 3 forinttal emeli a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken, a 95-ös benzin ára nem változik. A változással a gázolaj literenkénti átlagára 405 forintra nő, a benziné 398 forint marad. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Szerdán megkezdte az ASE férfi kosárcsapata a felkészülést a 2018-19-es bajnoki szezonra. Minden játékos a rendelkezésére áll Szrecskó Szekulovicsnak, aki új edzőként a régi sikerek útjára kívánja visszavezetni a paksiakat. A három új idegen légiós, a macedon Trajkovski, a szerb Jeftovics és az amerikai Evans is megérkezett, de a héten egy újabb is várható, és egy fiatal szerb erőnléti edzőt is hoztak Paksra. A régi motorosok Ruják, Medve és Ellingsfeld mellé visszatért egyéves fehérvári kitérő után Kovács Ákos. A paksi fiatalok mellé leigazolták még Kecskemétről a tehetséges Kovács Kristófot, illetve van három idegen légiós, a macedon Trajkovski, a szerb Jeftovics és az amerikai Evans. Olyan helyzetben, mint most vagyunk, még nem voltunk, és ez pozitív értelemben, hiszen gyakorlatilag az eddig leszerződtetett külföldiek a felkészülés kezdete napján itt vannak. Általában ez nem szokott szokás lenni. Általában szeptemberben kapcsolódtak be az idegen légiósok a felkészülésbe. Ebből is látszik, a régi sikerek útjára kívánnak visszatérni a paksiak, ezért mindent meg is tesznek. Nyáron is dolgozunk, most teljesen más lesz a csapatmunka. Bízom benne, látom, de mindenki nagyon izgul, ez a új szezon, új kollégák, a játékosok is. Remélem, de jó lesz. Az első hazai edzőmeccsét szeptember 11-én Pécs ellen játssza az ASE a Gesztenyés úton, és lesz Morgan Ferdinand emléktorna idén is szeptember közepén Pakson. A svéd válogatott Frida Eldebrinkkel erősítette meg keretét a bajnoki ezüstérmes atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabda csapata. A magyar kupagyőztes klub honlapján adott tájékoztatást arról, hogy az ausztrál Abby Bishop és a szerb Nevena Jovanovic után a svéd Frida Eldebrink személyében megvan a harmadik nyári igazolás is. Azért esett a választásuk Frida Eldebrinkre, mert a játékstílusa és a mentalitása reményeik szerint jól fog illeszkedni a csapatéhoz, továbbá mert nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, 7 szezont játszott az Euroligában. A Kakasd és a Bátaszék megyei első osztályú labdarúgó csapata 3 nap alatt 2 tétmérkőzést is játszott egymással, mindkétszer Kakasdon találkozott a két csapat. A bajnoki nyitányon 3-1-re nyert a hazai gárda, a Magyar Kupa megyei selejtezőjének első fordulójában viszont nem a pontszerzés, hanem a továbbjutás, illetve a kiesés volt a tét. A hétvégi bajnokit az ellenfelét folyamatosan nyomás alatt tartó, hátul hibára késztető, gyors támadásokat vezető, a skót Celtic szerelésére emlékeztető öltözékben pályára lépő Kakasd nyerte 3-1-re. A Magyar Kupa megyei főtáblára jutásáért szerdán lejátszott meccset pedig már a vendég kék szerelésben játszó Bátaszékért, akiknek új trénere Brecska László változtatott a felálláson, amivel stabilabbá tette csapata védekezését, és igazodva az ellenfélhez a veszélyes kontrákra építette a támadó taktikát, ami végül is bejött. Hiába dominált most is mezőnyben a Kakasd, a bátaszéki villámcsapások gólokat eredményeztek, a második félidőben már 2-0-ra vezetett a vendégcsapat. Érdekesség, hogy mindkét gólt a fürge lépti, ezúttal bal hátvédként játszó Kertész József szerezte. Nagyon örülök neki, hogy sikerült szereznem 2 gólt, mind a 2 szép találat volt. Úgy gondolom, hogy balvédőből
visszarakott az edző, nem bal védőt szoktam játszani, de ide került a sor, itt kellett játszak. Aha. Ez az új felállás, ez lendületet hozott a csapatba. Ez a kakasd egyébként erősebbnek tűnik, mint a tavalyi. Több veszélyes helyzetet dolgoztak ki most is, megvolt az esélyük az egyenlítésre, de a kapu előtt határozatlanabbak voltak, mint a változékiek. Így Fábián Csabának a 73. percben szabadrugásból szerzett szép gólja csak a szépségtapaszt jelentette, a Bátaszék jutott tovább a Magyar Kupa megyei selejtezőjének következő fordulójába. Jó néhány ismert maratonista, kajakosnak és kenusnak a világbajnoki részvétel a tét, az IFIK, az U23-asok és persze a felnőttek mezőnyében. Az eddig lezajlott országos bajnokság és a horvátországi Európa-bajnokság tükrében még mindig nem dőlt el, hogy melyik két egység képviselje a szeptemberi világbajnokságon Portugáliában a magyar színeket. Ez egy holtág, többször sekélyvíz van, egyméteres víz van, való kétméteres. A víz alkotó része is elég sűrű, tehát itt nehéz kajakozni. Kemény a víz? Nagyon kemény, hát nehéz evezni. Hát nem egy 4-5 méter víz van a hajó alatt, algás is eléggé, hát olyan, mint a Tisza holtág, az Alcsi-szigeti. A tolnai pályának nagy előnye a többiekkel szemben, hogy több helyről is már a korábban letisztított, kialakított partszakaszokról jól látható az egész verseny. Most sincs ez másként. Nagyon jó a víz, tehát itt a nézők is látják az egész versenyt, ha itt fölállnak a gödörkocsmába, akkor látják az egészet. Ugyanakkor Győrben ott látják a rajtot, utána jön egy kanyar, és akkor nem látnak semmit, egyszer csak majd felbukkannak és jönnek. Itt, ha valaki ide feláll, az egész verseny ott zajlik a nézők szem előtt. A Tolna megyei kajakkenu klubok ismert versenyző is természetesen harcba szállnak a VB részvételért. Egyedül a Boros Solti, korábbi világbajnok tolnai kettős élvez védettséget, de ők is elindulnak. Ott lesz a rajtnál a paksiak, páros és U23-as egyéni világbajnoka Kiszl Vanda is, aki a 16-szoros világbajnok Csaj Renátával harcol a győzelemért K1-ben. No és a szekszárdi ifi párosoknak is óriási a tét. Az Európa-bajnokságon bronzérmes Nagy Viktória, Bartos Zsófia és a horvát EB-ről Európa-bajnokként hazatérő Merc Marcel, horvát Ádám párosnak is újra bizonyítania kell a portugáliai repülőjegyért. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Tábor, 200 mozgáskorlátozott fiatal üdülhet Balatonfenyvesen. Buszsofőrre támadt, akár 2 évet is kaphat garázdaságért. Tour de Hongrie, elkezdődött Magyarország legnagyobb kerékpáros versenye. Balatoni gazdapiac címmel tartottak tanácskozást Somogy megyei kistermelők, az Agrárkamara megyei igazgatósága és a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. Szakértői. A céljuk az volt, hogy olyan rövid élelmiszerlánc csoportot hozzanak létre, amely hosszú távon megalapozhatja a helyi kistermelők szerepét, valamint együttműködését a térség gasztronómiai és turisztikai szereplőivel. Somogy megyében a hivatalos adatok szerint 700 kistermelő végez tevékenységet, de ezeknek kevesebb, mint a fele az aktív, aki piacra jár, házhoz szállít, vagy épp beszállítója mondjuk valamilyen vendéglátó egységnek. A megyében sok a zsákfalu vagy kistelepülés, ahová utak hiányában eleve nehézkes eljutni. Persze gazdasági szempontból ennek megvannak a maga hátrányai is, viszont én úgy gondolom, hogy ez nem hátrányként kell megélni, az ilyenekben inkább ennek figyelembevételével kell gondolkodni. Tehát, hogy akkor egy piacot ne egy kis zsákfaluba akarjunk elhelyezni, ami nehezen megközelíthető, hanem a piac egy jól megközelíthető, frekventált helyen legyen. A tanácskozás szereplői abban egyetértettek, hogy lehetőséget kell teremteni a kistermelőknek a piacra jutásra, csökkenteni kell a termelők és a végfelhasználók közötti távolságot, és javítani kell a minőségi helyi termékek értékesítési és felhasználási feltételeit. Az országban ilyen összefogásra jó pár helyen van már példa, a többi között például a Balaton felvidéken is.
Ugyanakkor Somogyban ezek a csatornák igazából még nincsenek annyira megszervezve. Egyes termelők nagyon jól tudnak ebben a vonatkozásban működni, azonban egy széles körben koordinált program eddig még nem valósult meg. Persze azt is el kell mondani, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a Somogy megyei igazgatóság elvonatkozásban nagyon aktív volt, és a helyi terméknapok, a gasztrotalik megszervezése egy nagy lépés volt, viszont még mindig van hova fejlődni, azt gondolom. A résztvevő termelők a tanácskozás végén aláírtak egy szándéknyilatkozatot arról, hogy a jövőben egyesületet hoznak létre a hatékonyabb piaci megjelenés érdekében. A máltai szeretetszolgálati már 5. alkalommal biztosít egyhetes kikapcsolódást Balatonfenyvesen a mozgásukban korlátozott emberek számára. A táborba mintegy 200 fiatal érkezett az ország minden területéről. A cél, hogy a megszokottól eltérő módon segítsék a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. Mindig van rajta egy. Volt, aki a festészetet próbálta meg elsajátítani. A kézilabdánál is beletartasz. Amíg más inkább a kosárlabdázással ismerkedett a pályán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat táborában. Ádám születése óta korlátozott a mozgásban, s bár tud járni a kerekes székkel könnyebben közlekedik, a sportolás pedig közel áll hozzá. Nyilván nem leszek futó, tehát olyan első osztályú futó, de azon is részt vettem már. Maratonon, ilyeneken. Ádám szívesen jön a balatonfenyvesi táborba. És hogy évente van lehetősége a sérülteknek, vagy a fogyatékkal élő személyeknek részt venni ilyen táborokban, mert sok ember nem tud eljutni nyaralni, nincs rá lehetőség. A fiatalok a virtuális valósággal is megismerkedhettek ilyen 3D szemüveg segítségével. Renáta először van a táborban, mint mondja, így könnyebb ismerkedni más emberekkel. Mióta befejeztem a sulit, nem nagyon járok társaságban. És itt legalább van új ismertségre lehetőségem. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén közel 200 fiatalnak segít az akadálymentes kikapcsolódásban. Az egyhetes táborban pedig önkéntesek is segítkeznek. Péter Kárpátaljáról érkezett a balatonfenyvesi táborba. Egy fürdetéstől befejezve egy besegítésig, akár olyan helyre, ahova nehezebb egy kicsit küszöb miatt, akármi más miatt, vagy esetleg, hogyha valakinek segíteni kell az étkezésben, mert a keze sérült. A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat immár 5. éve szervez kerekes, székes és mozgássérült embereknek olyan tábort, ahol a fiatalok akadálymentesen közlekedhetnek, emellett pedig programokkal is segítenek a kikapcsolódásban. Buszsofőrre támadt egy ittas utas Pécsen, az ügyészség most emelt vádat ellene. Az erőszakot az váltotta ki, hogy a végállomáson leszállította a vádlottat és barátnőjét a buszsofőr, a részeg férfi azonban ezt zokon vette, aminek a busz látta kárát. Garázdaságért kell felelnie a bíróságon, amiért 2 év börtönt is kiszabhatnak rá. A vádlott és barátnője egy helyi járató autóbusszal utaztak Pécsen, azonban, amikor a végállomáshoz értek, nem szálltak le, mert egy megállót vissza akartak vele menni. Az autóbusz sofőrje ezt nem engedte, hanem felszólította a férfit és barátnőjét, hogy a buszt hagyják el. Ők ennek eleget tettek, azonban a férfi már ekkor szitkozódni és kiabálni kezdett. Az eset akkor ért csúcspontjához, mikor a sofőr pihenőideje lejárt, és kinyitotta a busz ajtajait. A vádlott és barátnője újra felszálltak a buszra. A férfi ekkor már fenyegetőzött, káromkodott, emiatt pedig a sofőr az rendőrt hívott. Ezt a vádlott észrevette, észlelte, előre ment a sofőr fülkéhez, azt leköpte, rángatta, rugdalta, és azért, hogy a férfi ne tudjon leszállni a rendőröknek a kiérkezéséig, a sofőr bezárta az autóbusznak az ajtaját, de a férfi ezt megrángatta, kifeszítette, így a buszról leszállva végül is távoztak a helyszínről a barátnőjével együtt, a közelben igazoltatták őket később a rendőrök. Ugye a férfinak a magatartása erőszakos volt, kihívóan közösségellenes volt, és alkalmas is arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen, ezért ez garázdaságnak minősül. Ezért akár 2 évet is kaphat. Az elkövető egyébként 26 éves. Az eset Újhegyen történt idén tavasszal. Augusztus 15-e a keresztények legnagyobb Mária ünnepe, a Nagyboldogasszony főbúcsúi szentmisét Udvardi György pécsi megyés püspök tartotta Mária gyűdön, aki kiemelte, ilyenkor arra is emlékezünk, hogy Szent István király felajánlotta Magyarországot a boldogságos Szűz Máriának. A szentmise után a hívek a főpásztor vezetésével végigjárták a turisztikai fejlesztés eredményeképp kialakított rózsafüzér sétányt.
A keresztények már a legkorábbi időkben is vallották, hogy Jézus a boldogságos Szűz Máriának halála után nem csak lelkét, hanem testét is feltámasztotta, és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Az évszázadokon át élő hagyományt 12. Pius pápa emelte dogmai rangra 1950-ben. A magyar nyelvben nagy boldogasszonyként ismert ünnep, a Mária Gyüdi kegyhely főbúcsúja egyben fogadalmi zarándoklat is, melyre az ország minden részéről és a határon túlról is érkeztek hívek. Én negyedik alkalommal vagyok Mária Gyüdön, lelki gyakorlaton voltam, illetve virágvasárnap a Passión. Hát akkor éreztem már, hogy vissza fogunk jönni, és nem ünnepezem, hogy egyedül ünneplek, csoporttal jöttünk. Augusztus 15-én arra is emlékezünk, hogy Szent István király felajánlotta az országot a boldogságos Szűz Máriának. Sok nép nemzet tekint úgy Máriára, mint patronájára, de mi magyarok abban a sajátságos helyzetben vagyunk, hogy országunk is Máriánál van, fogalmazott Udvardi György megyés püspök. Nagyon szép képpel lehetne ezt talán érzékeltetni, hogy egy családban minden gyermeknek az édesanyja ugyanaz, és mégis az édesanyának minden gyermeke a sajátja. És ez nem, hogy a testvérek között nem okoz rivalizálást, hanem inkább egy gazdagodást jelent. Így mi nagyon büszkén tekintünk erre a napra, mert boldogságos Szűz Mária Magyarországnak a pátronája is. A nagy boldogasszony főbúcsú körmenettel zárult. Udvardi György megyés püspök vezetésével a zarándokok imádkozva járták végig a rózsafüzér alaprajzú sétányt. A turisztikai beruházás során kialakított sétány rózsafüzérén az öt nagy szemet egy-egy burkolat minta jelképezi a kiemelt pontokon, pihenő állomásokon. A kis szemeket egyedi lámpatestek alkotják. A körmenet érintette a fájdalmas szűzanya szobrát, melynek környezete szintén megszépült. Felújították a burkolatokat, kiegészítették a hiányos kerítést, és újra rendezték a növényzetet. Elkezdődött hazánk legnagyobb kerékpáros versenye, a Tour de Hongrie, melyet már 39. alkalommal szerveznek meg. A 133 fős mezőny 6 nap alatt 865 kilométert tesz meg az augusztus 19-i kazincbarcikai befutóig. Ez egy full carbon kerékpár, a Bianchinak egy csúcs bringája, az Ultra XR4, konterval carbon. Ez igazából 7 kiló. Csúcskategóriás kerékpárokat vonultat fel idén is a Tour de Hongrie. Az időmérő szakasza a Siófokon kezdődött meg hazánk legnagyobb kerékpáros versenye, a rajthoz pedig három magyar csapat is odaállhatott. Jó lenne egy jó összetett eredményt elérni, és inkább arra koncentrálok, viszont ez valamennyire beáldozom. Ugye inkább sprinternek számítok az országúton, hogyha kicsit más felkészülést végzem, akkor jobban megyek a hegyekre, de azért nem leszek soha hegyi menő, aki fölveszi a versenyt az igazi hegyi menőkkel. A kőbánya mellett a Pannon Cycling és a magyar válogatott csapat is rajthoz állt. Összesen 4 kontinens, 133 kerékpárosa indult az idei Tour de Hongrie-n, ez pedig 40%-kal több résztvevőt jelent, mint az elmúlt években. Ez annak is köszönhető, hogy 2018-tól magasabb besorolással rendelkezik a verseny, így olyan csapatok is elvállalták a szereplést, akik eddig nem. Cukorbeteg sportolóból áll. Egy különlegesség. Az idei mezőny egyik érdekessége az az amerikai csapat, amelynek tagjai cukorbetegek, és a versenyt kihasználva hívják fel a figyelmet arra, hogy a betegség ellenére is érdemes sportolni. A versenyzők 6 nap alatt mintegy 860 kilométert tesznek meg. A megmérettetés során érintik a Balaton felvidéket, az Alföld egy részét és az északi középhegységet is. A pálya kijelölésénél fontos cél volt, hogy a legváltozatosabb terepen haladjanak végig a résztvevők. A kerékpár és mondjuk a maratonfutás a másik, ahol ugye szabadtéren sportolnak, és olyan sebességgel haladnak, hogy meg lehet nézni akár az épített műemlékeket, akár a természeti kincseit Magyarországnak. Úgyhogy az útvonal összeállításánál most nem árulok el nagy titkot, de az is fontos szempont volt, hogy olyan útvonalon haradjon el mindig a mezőny, ahol van is mit megmutatni. Annál is inkább, mert 196 országban közvetítik a Tour de Hongrie-t. A versenyen amatőrök is kipróbálhatták magukat a siófoki 3,5 kilométeres távon, a kórházi dolgozók és a Bahart indulói mellett a térség országgyűlési képviselői is nyeregbe pattant. Ez mindenféleképpen egy jó alkalom arra nekünk itt, hobbi kerékpárosoknak és profi kerékpárosoknak egyaránt, hogy együtt legyünk, jól érezzük magunkat, de ezen kívül
egy kis rivalda fénybe hozzuk a kerékpár sportot a Balaton aspektusából. A megmérettetés ma Balaton-Almádi és Keszthely között folytatódott. Végül a legfontosabbak még egyszer röviden. Riasztás, hét közepétől tovább nő a pollen koncentráció. Mustgáz, szinte esélytelen a túlélés. Összefogás, közel 250 kg birkahússal készülnek augusztus 20-ára a bogyiszlóiak. Visszahoznák a régi sikereket, négy idegen légióssal kezdi a szezont az atomerőmű ESE. Pénteken erősödő nappali felmelegedésre készülhetünk sok napsütéssel, számottevő csapadék nem hullik, elvétve alakulhat ki egy-egy kis területet érintő futó zápor, zivatar a délutáni esti időszakban. Mérséklődik az éjszakai lehűlés, de még így is friss lesz a hajnal. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!